Mióta a vírushelyzet van, és nem tudunk kimozdulni a lakásból, nem csak az épületeket nem tudjuk megcsodálni, hanem a kiállításokat sem tudjuk látogatni. Most éppen egy olyan kiállításról fogunk beszélgetni, amit jelenleg már nem lehet megnézni, mert egy időszakos kiállítás volt a Pest Erzsébeti Múzeumban, a Deszka Színház történetével foglalkozott, viszont ennek a kiállításnak más szempontból készül egy folytatása. Egyszer majd egy könyv formájában fel fogja dolgozni ezt az egész időszakot, ami a Pest Erzsébeti színészet színjátszás története, egy olyan könyv, amin Benyovszky Tóth Anita dolgozik. Hát nyilván ez egy hosszas folyamat, nagyon szépen köszönjük és örülünk, hogy beszélgetettünk, ugye a Pest Erzsébeti Múzeum muzeológusával ülök. Hát szemben vagy a képernyőnek a másik oldalán. Köszönjük szépen, üdvözlöm! Én köszönöm, hogy itt lehetek. Na, kicsit menjünk bele ebbe a témába, nyilván ön sokkal jobban benne van, hiszen jó ideje foglalkoztatja, és a disszertációja is erről szólt. Hogy nézett ki a deszkák világa Pest Erzsébeten a kezdetektől fogva? Honnantól tudjuk egyáltalán számítani ezt az időszakot? Pest Erzsébet színház történetéről az a hír járja, hogy már az 1880-as évek végétől volt. Erre semmi bizonyíték nincsen. Semmi bizonyíték nincsen rá, és nem is lesz. Viszont amiről mi tudunk, hogy a századfordulótól már elkezdett élénkülni a helyi színházi élet. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy mivel színház nem volt, és tulajdonképpen közönség sem volt, színészek sem voltak helyben, ezért a helyi vendéglők színpadain, idézőjelben mondom a színpadot, vándortársulatok ütötték fel a tanyájukat. Mondhatnám, hogy színház volt, de most képzeljünk el egy nagyon füstös, nagyon sötét, alacsony kocsmahelységet, ahova egy vándor színész társulat, orfeumi társulat vagy daltársulat vetődött, és hát hogy is fogalmazza, nem túl minőségű műsort biztosítottak a helyi lakosoknak. Ennek ezt az egyik tudhatjuk biztosan, csak a visszaemlékezésekből tudhatjuk, nem tudhatjuk, hogy valójában milyen volt szintén. Dehogy nem. Időszakban már igen. Ajaj, rengeteg újságcikk született már a századfordulóról abban a kapcsolatban, hogy volt egy helyi vendéglős, ő a kedvencem, őt úgy hívták, hogy Smir József. Ő egy nagyon nagy hóhányó volt, ezt persze nem lehetett tudni, én azért tudom, mert én nagyon utána nyomoztam, mint kávéház tulajdonos, az Erzsébet kávéházat vezette, ami hát a akkori Hitelmárton utca és Szilágyi Lajos utca sarkán volt, az a Kossuthi meg a Baross utca sarka. Ott volt egy jól menő zenés kávéháza, amit abban a korszakban zengerálynak hívtak. A zengeráj az úgy működött, hogy jöttek a társulatok, zenés műsor volt, és aki bele lehetett dobálni a kalapba a pénzt, hogyha fizetni akart az ember, és akkoriban nagyon sokat cikkeztek arról, hogy mennyire kevéssé minőségi ez a műsor, amit ott meg lehet nézni. És hát Smir Józsefről is lehet tudni, hogy ő nem véletlenül került Erzsébet falvára, mert hát Pesten már körözték, tehát tulajdonképpen ő börtönből ki, börtönből be, mert hogy a pesti éjszakában ő itatással és vendégfosztogatással is foglalkozott, úgyhogy végül így kötött ki Erzsébet falván, el is árverezték utána mindenét, mert egy kis sikkasztás is volt a dologban, de ő nagyon-nagyon, egyébként rendkívül jó üzletember volt. Tehát a helyi színházi életnek a legelső hirdetései az tőle származnak, mert nagyon-nagyon ügyes emberke volt. Tudunk ebből felidézni valamit? Biztos jópofa szövegek voltak utána, nézett ennek is nyilván. Hát nagyon érdekes, hogy milyen típusú műsor egy kávéházi színpadon, tehát amikor ilyen hipnotizőr, meg mindenféle varieté műsorok, nyilván korabeli dalok, operett részletek, zsonglőrök, mindenféle. Richter János lovardája volt a kedvencem, mert ezt valahogy úgy nem tudom elképzelni, hogy az idomított lovak hogyan és miként jutottak el Erzsébet falvára, mert ugye akkor még Erzsébet falváról beszéltünk. Hogyan hirdettek vajon ilyen előadásokat? Esetleg fel tud idézni egy-két ilyen marketinges, PR-os fordulatot abból az időből? Nem, csak ennyi, hogy várják őket, és mindig minden héten megjelent, hogy azon a hétvégén kik fognak föllépni. Milyen Orfeum társulat, na most itt nem lehet olyan emberkéket beazonosítani, hogy kik voltak a fellépők, mert ezek ilyen fantázianevek voltak, tehát ilyen olyan Orfeum társulat jön vendégszereplésre. Tehát ő egy ilyen emblematikus figura volt. Van még hasonló emblematikus figura?
Ezen a hóhányon kívül? Rengeteg. Ők mind elfelejtődtek, és ez a nagy bánat, hogy lehetséges, hogy ennyire elfelejtődtek, ennyire érdekes, izgalmas figurák. A másik, ja, meg hát amit el szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy Pest Erzsébet, hát előtte Erzsébet falva színház története, az egy óriási nagy kudarc történet. Miért? Tehát tulajdonképpen arról lehet beszélni, hogy aki Erzsébet falván színházat akar csinálni, az tönkrement. Tehát ez biztos. És ennek ellenére állandóan jöttek a színészek, az igazgatók, és mindenki itt akart színházat csinálni. Voltak olyan évek, amikor a tanácsülési jegyzőkönyvekből lehetett olvasni, tehát 1910-11-es év, hogy 7-8 ember vagy színigazgató versenyzett azért, hogy Pest Erzsébeten szerepelhessen. És már abban az időszakban is egyszerűen nem értették, tehát a korabeli újságcikket be lehet olvasni, hogy miért jönnek ide. Tehát lehet tudni, hogy kispénzű emberek laknak, túl közel van a főváros, nem kifizetődő egyszerűen Pest Erzsébeten, Erzsébet falván színházat csinálni. Úgyhogy mit gondol, miért mégis, mi miatt jöttek mégis? Nagyon vonzó volt ez a terület egyrészt a főváros közelsége miatt, mert hát nem laktak itt feltétlenül ezek az emberek, akik így csináltak színházat, meg színházi emberek mindig nagyon szerettek vizionálni valamit, hogy majd ő megváltja a világot, majd ő megteremti itt, amit meg lehet teremteni, hát ebbe mindenki belebukott. Nem tudom, hogy ebből mondhatok-e pár történetet. Legyen kedves, igen, boldogatom. A nagy bukás történeteim, nagyon szeretem őket. Tehát, itt van például a kedvencem Kelemen Klazzon Gyula, jó neve van. Ez szeretem egyébként, ha valakinek jó neve van, mert utána lehet nézni. Tehát, mint kiderül, igen, találat, mert hogy ő egy nagyon gazdag bélyegző gyáros familiának a legfiatalabb tagja volt, és a fővárosban nekik volt egy gyáruk, és a kicsi fiú úgy döntött, hogy színész lesz. El is végezte a színiiskolát, és az első zseniális ötlete az volt, hogy ő színigazgatói pályáját mindenképpen Erzsébet falván fogja megkezdeni. Akkor már állt a Deszka Színház, erre majd mindjárt kitérek, és ő felújítatta, megvette a telket épülettel együtt, felújítatta, leszerződtette a társulatot, hatalmas csinadratta volt ezzel kapcsolatban, 4 hónapig bírta, és az a vicces benne, hogy ő a teljes örökségét kikérte előre az anyukájától. Ennek az összes jegyzőkönyve is megvan a fővárosi levéltárban, hogy ő kikérte a teljes örökségét, és csak reménykedni tudok, hogy nem ide ölte bele, de hát valószínűleg ide ölte bele. Úgyhogy 4 hónap után csúfos kudarccal távozott, és detektívnek áll. És kinyomozta, hogy hova tűnt a pénz. A színipályát is ott hagyta, és detektívnek állt. Úgyhogy ez az egyik kedvenc pályamódosításom. A másik Mezei Kálmán, ő egy jó nevű színigazgató volt, ő 2 nyarat is lejátszott itt Pest Erzsébeten, mind a kétszer úgy végződött, hogy végül a város, a nagyközség fizetett neki, mert csődbe ment volna, és na hát ő például a felvidéki színikerületnek volt az igazgatója, és a háború kitörését követően ő azonnal nyugdíjaztatta magát, mert többet nem akart már színigazgató lenni, ez is közvetlenül Erzsébet után természetesen. A harmadik kedvencem Hevesi Mihály színigazgató, aki mindig jött ide vendégszerepelni, majd úgy döntött, hogy a színigazgatói pályát lecseréli arra, hogy a Soroksári úton veszek cukorka üzletet inkább, azt vezeti. De aki viszi a pálmát, az a Halász Alfréd. Ő az Alföldi második színi kerületnek volt az igazgatója. Ő olyan szerencsétlen volt, úristen, nagyon szerencsétlen volt. Ő pont az első világháború kirobbanása pillanatában kezdett el szerepelni a Flum moziban, és 4 hétig játszott, és utána olyan szinten legatyásodott szerencsétlen, hogy fogta az utolsó adagbevételt, és mivel tudta, hogy nem tudja kifizetni a társulatát, megszökött, és végül a rendőrök fogták el egy Baden melletti szanatóriumban, és onnan toloncolták haza szerencsétlen. Úgyhogy benne a fővárosi sajtó tele volt vele, hogy szerencsétlen Pestesség, vagy hát Erzsébet falván kellett neki színházat csinálnia, így végképp eladósodott. A Deszka Színházra térjünk ugye vissza, igen, hogy az hogyan készült, vagy hogyan alapították, hogyan hozták létre.
Igen, hát a szakirodalomban az van, hogy 1908-ban épült, és még nagyon sok butaság van a szakirodalomban ezzel kapcsolatban, semmilyen bizonyíték nincs erre, ami biztos, hogy 1910-ben építették fel, a Török Flóris utca 78-ban. Na most ez az a telek, hogyha megpróbáljuk elképzelni, gondolom mindenki tudja, hogy hol van most a rendőrség. Na arról a terekről van szó, és ebben az időszakban úgy gondoljuk el ezt, hogy ugye ott van a Szent Erzsébet templom, éppen akkor épül a Flummozi az egyik sarkon, a másik sarkon pedig egy hatalmas üres telek. Van. És ott áll egy ilyen deszka-bódészerű épület. A színházi kiállításra csináltam belőle egy makettet, mert alaprajz térképeken van, meg egy rajz van az egyik színlapon, és abból nagyjából ki lehetett következtetni, hogy hogy néz ki. Hát amikor a gyerekeket megkérdezem a kiállításon, mert ki van rakva az állandó kiállításban ez a makett, hogy szerintetek mi az az épület, akkor ne tudnak, hogy miket mondanak. Tehát a színház a legutolsó, ami eszükbe jut. Miket mondanak például? Sufni meg ilyen hasonló, de hát úgy is nézett ki. Na most 1910-ben ezt Sziklai Jenő színigazgató építette meg, és a tulajdonos pedig egy Pomekács Samu nevű... Azt, ami jönnél, hűha! Nagyon jó, ugye? Pomekács Samu nevű emberke volt, aki gyárban művezetőként működött, de neki volt egy telkejő, megvásárolt ezt a színházat, az ő tulajdona volt, a Sziklai Jenő pedig vezette. Úgyhogy ez volt az első színház Pest Erzsébeten, és bizony több mint 20 évig működött. Azt hiszem, hogy a beszélgetésnek az első részét talán be is fejezhetjük itt, viszont nagyon izgatottan várom a folytatást, és bízom benne, hogy lesz nem csak bukás, hanem esetleg siker vagy emelkedés történet is valami a későbbiekben. Olyasmi. Bízom benne, hogy folytatni tudjuk ezt a beszélgetést, ígérje meg nekem. Mindenképpen. Köszönöm nagyon szépen köszönjük, nagyon élveztem. Köszönjük. Én köszönöm.